pontosan 5 perccel ezelőtt elkezdtek furni. De nem érdekel, én most akkor is fel fogom venni ezt a videót, úgyhogy kérlek, próbáljátok meg kizárni a külvilág zajait. Sziasztok, Szandra vagyok, és a mai videóban megmutatom nektek, hogy miket rendeltem legutóbb a H&M-ből. Ezúttal főleg magamnak rendeltem dolgokat, illetve néhány dolgot a gyerekeknek is. Egyébként ez általában fordítva szokott lenni, vagyis a gyerekeknek szoktam több mindent rendelni, magamnak meg max. 1-2 cuccot. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy miket rendeltem a H&M webshopból, akkor tartsatok velem. De természetesen ezúttal sem maradhat el a kötelező szöveg. Hogyha szeretitek a videóimat, és tetszik nektek az, amit csinálok, és még esetleg nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor nagyon örülnék neki, hogyha megtennétek, illetve kommenteljetek, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik a videóm, valamint követhettek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Na és akkor a kötelező körök után nézzük, hogy mit rendeltem a H&M webshopból. Egy ilyen kis diszkrét méretű dobozban érkezett a rendelésem, és először azokat fogom megmutatni, amiket a gyerekeknek rendeltem. Ja, igyekszem majd mindent belinkelni az infoboxban, bár szerintem lesz már olyan, ami nem kapható, de ami fent van még a webshopban, azt be fogom linkelni. Először is itt van ez a bordó kis pulcsi, amit Lee-nek rendeltem. Ez 98x104-es méret. Igazából semmi extra, de nekem nagyon megtetszett a színe, illetve az, hogy itt van egy ilyen kis fodros díszítés, amitől egy kicsit csajosabb. Szintén Lee-nek és szintén bordó színben rendeltem egy cipzáros kardigánt. Ez 110x116-os méret, és belül nagyon-nagyon jó kis puha. Ez tök jó lesz tavaszra, meg szerintem majd még ősszel is. A következő az nagyon izgi dolog, ez 5 pár zokni, szintén Lee-nek, 25-27-es méretben, és igazából az a webshopban nem látszott, hogy ezek ilyen csillogós zoknik, de végül is nem zavar. Vincének is rendeltem 5 pár zoknit, ezek ilyen sötétkék, fehér csíkos zoknik, ez 19-21-es méret. Egyébként az az igazság, hogy olyan zoknit szerettem volna rendelni mindkettejüknek, ami térdig ér, de olyat egyszerűen nem lehet kapni a H&M webshopban. Nem értem egyébként, hogy miért, mert ezek az oknik annyira könnyen lecsúsznak a lábukról, de sajnos nem találtam térdig érő zoknikat, úgyhogy légyszi, ha van tippetek arra, hogy hol lehet gyerekeknek normális térdig érő zoknit venni, ami nem csúszik le a lábszárukon, akkor kérlek, írjátok meg. A következő dolog az egy felső, amit Vincének rendeltem, 86-os, tehát 12-től 18 hónapos méretben. Ez igazából egy ilyen egyszerű kis csíkos, hosszú, jó pamut felső. Szintén Vincének rendeltem még egy ilyen 5 darabos hosszú ujjú pólócsomagot, ez is 86-os méret. Ez igazából ilyen sima, egyszínű, egyszerű kis pamut felső, nincs rajta semmilyen minta, nem véletlenül rendeltem ilyet, és láthatjátok, hogy 5 különböző színben van benne. Ezeket rendeltem a gyerekeknek, aztán van még itt 2 random dolog, mégpedig 2 ilyen szürke kis porcelán tányér. Ezeket azért rendeltem, mert szerintem nagyon sok oldalon lehet őket használni, tehát akár ilyen kis ékszertartónak, vagy nyilván lehet rajta sütit enni, meg hát Instagram fotókon is jól mutat, és azt hiszem 900 forint volt darabja. Úgyhogy ezeknek nagyon örülök. És akkor most jöjjenek azok a dolgok, amiket magamnak rendeltem, ezeket meg fogom mutatni magamon is, tehát felpróbálom őket, hogy jobban el tudjátok képzelni. Először azokat a dolgokat fogom megmutatni, amiket visszaküldök, mert hogy nem lettek jók valami miatt. Az első dolog, amit sajnos vissza fogok küldeni, és igazából eléggé vérzik érte a szívem, már csak azért is, mert hogy 2 színben is megrendeltem, az egy ilyen hosszú ujjú felső, ennek ilyen nagyon kis vékony anyaga van, és az alján pedig van egy ilyen csipke díszítés, és igazából nagyon tetszik az anyaga is, meg hát főleg a kis csipke rész itt az alján, de sajnos ez egy kicsit rövidebb fazonú, és pont a leghülyébb, legelőnytelenebb helyen vág el, és hát emiatt sajnos vissza fogom küldeni ezt a szürkét is, meg a rózsaszint is.
amit rendeltem belőle. Az a baj, hogy hiába rendelnék belőle egyen nagyobb méretet, valószínűleg csak szélesebb lenne, de hosszabb nem feltétlenül, szóval szerintem az egyen nagyobb méret sem állna jobban rajtam, úgyhogy hát fájó szívvel, de sajnos ezeket vissza fogom küldeni. Rendeltem magamnak több farmert is, és ezt itt vissza fogom küldeni, ezt nem is mutatom meg felpróbálva, mert nem igazán kényelmes derék van, szóval így épp hogy össze tudom gombolni. Ez egy Skinny Ankle Regular Waist Farmer, 29-es méretben, és egyébként nagyon tetszene, tehát a színe az nagyon tetszik, ez nem kimondottan fekete, hanem inkább ilyen sötétkékes fekete, és ami nekem különösen megtetszett benne, és amit igazából megrendeltem, az az, hogy a szára az ilyen eldolgozatlan. Ettől egy picit extrább volt, ezért is tetszett meg, viszont az is a bajom vele, hogy a szára az inkább egyenes, tehát nem illeszkedik szépen a lábamra, viszont ilyen, hogy mondjam, ilyen bokanadrág. És így az is eléggé hülyén néz ki, hogy így eláll a lábamtól, tehát nem fekszik rá szépen a farmernak a szára. Úgyhogy sajnos ez a naci több szempontból sem jó rám, így kénytelen leszek visszaküldeni. Igazából gondolkodtam azon, hogy megnézem egyen nagyobb méretben, mert valószínűleg akkor a dereka jó lenne rám, de a szára akkor is ugyanúgy elállna a lábamtól, és az nekem nagyon-nagyon nem tetszik benne, úgyhogy ebből nem fogok másikat rendelni. A következő két felsőt szintén vissza fogom küldeni, de nem azért, mert nem tetszenek, hanem azért, mert egyel kisebb méret kell belőlük, és az a helyzet, hogy már meg is vettem az egyel kisebb méretet az üzletben. Az egyik, az egy ilyen szürke póló, très chic felirattal. Ez egy M-es méret, de mivel eleve egy ilyen bővebb fazon, így ebből bőven elég nekem az S-es, majd láthatjátok felpróbálva. És hát az a helyzet, hogy bár 34 éves leszek áprilisban, de egyszerűen imádom ezeket a feliratos, meg nyomott mintás pólókat, nem tudom, hogy mikor fogok leszokni róluk, de egyelőre nem szeretnék, mert imádom tavasszal, meg ősszel ezeket hordani egy farmerrel, meg tornacipővel, szerintem tök jól néz ki. Szóval ezt visszaküldöm, de már megvan belőle az egyel kisebb méret. Illetve szintén vissza fogom küldeni ezt a Reveal Your Superpower pólót is, ami szintén M-es méret, és ebből is elég az S-es, úgyhogy ebből is megvettem az egyel kisebbet már az üzletben. És egyébként, amikor elmentem az üzletbe, hogy megnézzem, hogy van ezekből a felsőből S-es, és hogy jó-e rám, akkor találtam még egy nagyon jó pofa pólót, ezt a kígyóbőrmintás, Mickey Egeres fejes pólót, ami nagyon megtetszett nekem, úgyhogy ezt is megvettem S-es méretben. Na, és akkor most jönnek azok a dolgok, amik jók lettek rám. Először is itt van a gyönyörűséges cipő, amit egyszerűen imádok, mert hogy ez egy sportcipő, de mégis egy kicsit extra, mert hogy ilyen gyöngyök vannak itt a cipőfűző két oldalán. Nem tudom, hogy pontosan hogy hívják azt az anyagot, amiből ez van, talán textilbőr, vagy valami hasonló. Hát ez egy kicsit kényesebb anyag, úgyhogy ezt le kell majd fújnom impregnáló sprével, hogy szép tisztán tudjam tartani, de amúgy viszont alig várom, hogy ezt hordhassam. Ja, és arról nem is beszélve, hogy körülbelül 4000 forintért vettem, ez egy 38-as méret, úgyhogy hihetetlenül boldog vagyok, hogy ezt megvettem, és hogy jó lett rám, posztoltam is róla Instagramon, és többen is írtátok, hogy gyönyörű cipő, és hát tényleg az. Rendeltem még magamnak ezen kívül egy pihepuha sálat, ez egy ilyen fehér, fekete kockás sál, és eléggé nagy. Szerintem ez tavasszal egy bőrdzsekivel vagy farmerdzsekivel a hűvösebb időkben pont jó lesz még, és hát ez a szín szerencsére eléggé sok mindenhez passzol. A következő dolog, amit rendeltem magamnak, az egy fekete garbó, ilyen hihetetlenül puha anyagból. Nekem már van egy ugyanilyen garbóm, ilyen bézs vagy teve színben, és azért rendeltem meg a feketét, mert az nagyon-nagyon tetszett nekem, tök jó a szabása, meg nagyon jó az anyaga is, ez egyébként egy M-es méret. Tudom, hogy lassan vége a télnek, de szerintem azért ezt még tavasszal is fogom tudni hordani. Tudom, hogy fekete, meg nem egy túl vidám szín, de
engem nem nagyon érdekel, nekem ez tetszik, és kényelmes, és jó rám, úgyhogy nagyon örülök neki. És végül, de nem utolsó sorban van itt még kettő darab farmer is, az egyik az most rajtam van, és... Most szivattok? Na jó, nem érdekel, most már végigmondom, mert hogy igazából már csak két dolog van hátra, ami igazából egy, mert hogy rendeltem magamnak kettő farmert is, ami tök ugyanaz a fazon, tök ugyanaz a szín, csak egy picit más méret. Az egyik az most rajtam van, a másik meg itt van a kezemben. Szóval ez egy super skinny low waist farmer, egy ilyen sötétkékes, feketés színben, és ebből a fazonból nekem van már egy fekete, meg egy ilyen indigókék is, és nagyon-nagyon bejött nekem ez a fazon. Ez nem magas derekú, sőt, nem is normál derekú, hanem ez inkább csípő fazon, de az az igazság, hogy én nem nagyon szeretem a magasabb derekú farmereket, mert egyszerűen nem kényelmesek nekem. Úgyhogy nekem ez a fazon most nagyon-nagyon bejött. Ez super skinny, tehát... hogy mondják ezt? Hát skinny farmer, tudjátok, nem jut eszembe, hogy mi a megfelelő magyar szó erre, de az a lényeg, hogy stretches, tehát szépen feljön rám, és azért rendeltem meg kettő méretben, mert nem voltam benne biztos, hogy melyik hossz lesz megfelelő nekem, ugyanis ennél a farmernél ugye úgy vannak megadva a méretek, hogy van ugye egy csípőszélesség, meg van ugye egy hossz. És én megrendeltem 29x30-as méretben, illetve 29x32-es méretben. Nyilván a 30-as az rövidebb, a 32-es meg hosszabb. És úgy döntöttem, hogy megtartom mindkettőt, mert hogy mindegyik nagyon tetszik. A 32-es az leér rendesen végig, tehát ez egy rendes hosszú farmer. A 30-as az viszont gyakorlatilag egy boka farmer, és baromira tetszik nekem. Úgyhogy nagyon örülök igazából mindkét farmernek. Nagyon jó az anyaga, mondom, tök szépen simul rám. A csípő részen is jó igazából, bár lehet, hogy nem árt majd egy övet beletennem, ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy nekem azért nehéz ez a nadrágvásárlás téma, mert relatíve vastagok a vádlijaim, meg a combjaim is, és ami általában feljön a lábamra, az bőrám csípőben, illetve derékban, ami meg ugye jó lenne rám fönt, az általában nem jön rá a lábamra, szóval... Csodálatos párosítás ez így, de ez a típusú farmer az, ami még így a leginkább passzol rám, és jó nekem, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és esetleg találtatok hasznos dolgokat benne. Ahogyan mondtam, igyekszem majd minden terméket belinkelni a videó alatti leírásban, ha esetleg valami már nem kapható, akkor azt értelemszerűen nem fogom. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy tetszett ez a videó, mert ha jól emlékszem, akkor nem csináltam még ilyen felpróbálós haul videót, úgyhogy hát kíváncsi vagyok a visszajelzéseitekre. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozunk következő alkalommal is. Sziasztok!